You village tourists! Fellow tourists, welcome to Bereven! This year's plan was to go to the statue park. You know, the statue park, and it's nice closed. It's under construction, so we found another statue park of Bereven. We'll show it to you. My name is Clara Jainai. Yes. Jainai Clara. Várják, sugázom a dolgot. Sugázom a dolgot. Két éve már jártunk itt. Nem volt másik helyszín, mert nagy szoborpark, igen. Bezáratták a bérceseit, persze. It's under construction. Az azt jelenti, hogy restaurálva van. Mármint egy étteremmé alakítják át, és azt már ugye nem megyünk el, kitaláltuk, bemutatjuk, belement külső. Okay, sorry about my accent. Listen and I was speaking English, oh my god, sorry, bocsánat, az akcentusom, tegnap jöttem haza USA-ból. But I have a jet lag, still, még mindig a jet lagem van. De emlékezel, tavaly én kaptam a Soros, not Soros, a Soros. Soros, ösztöndíjas, a scholarship, you? Ja, a Yellowstone Park, én mentem oda, ott dolgozom, tourist guide, yeah! Yeah! Wow, adventure! Yeah, I just came back. Csak miatt adok jöttem ide most. Jó, ez mindjárt jobb lesz, ne haragudj, a akcentusom az öcs. Mindjárt felhívunk magyarra, csak tegnap érkezett igen, meg, picit, és akkor majd az alakul. Ő a my partner, állandó társam, a Kálmi. Yes, Rojtos Kálmán vagyok, my name is Rojtos Kálmán. Fél évig voltam a Bolkúton önkéntes benzinkutasítóson, és most ezért a programért, hogy ne maradjunk ki egy év se, meglegyen a folytonosság, visszarángattak innen az épülő művelési háztól, ott rakjuk le a tírkövet, Kölese és Fiai Kft. Nyilatság. Innen jöttem vendégmunka, és akkor azt mondták, hogy ugorjak be, mert csak jobban értek az emberek. So, well, igen, mi most megint Beremenden vagyunk, megint. De most nem fogom elmondani még én miért Bereven mi volt, de tudjátok, hogy ez Magyarország legdélebbi pontja van, itt nem messze. Meg itt van a dráma, a dráva, a river, a folyó. Ja, itt van 10 kilométer messze. Oda se fogunk elmenni. Na emlékszem my umbrella? Van ez a kis tűzém. Ismerős? Mi ez már mondtad magyarul? Esernyő. Esernyőm van, ezt kell követni, jó? Follow me, oké? Okay? Yes. Jól vagytok! Yeah! Feeling good! Feeling good! Yeah! Okay, now we can go! Okay! Yes, come on, just ketchup! Just follow us! Follow me! That's way! Okay. Először ezt próbáljuk ki, hogy elbír ennyi ember. Egyenként a pallón. Mint a birkák, gyertek! Okay. Mutatom a utat azért így. Tessék. Arra van a szoborpark, arra fogunk menni, tudod? Az árnyékban. De egy kicsit fogok. Csak szeretnél. Próbálunk menni árnyékban mindig, de hát. Klíma van. Klíma. Amerikában nincs. Ja, no. A gyerekek, azért álljunk meg egy pillanatra, mert ugye ilyen szorvány beremendékeny, itt lakom a környéken, ugye, Nagyharsány utcán aztán Debrecenből, nem kezdem most előről, honnét tudtátok, az Szentuszomból. Azért álljunk meg, mert megkért engem a polgi, hogy erről a kapuról azért néhány szót eltsek. Majd mindjárt beszélni fog erről a területről, csodaszép, csodát fogtok látni erről a területről, majd mindjárt a Klárika is, de azért álljunk meg, mert ez a kapu, hogy ennek a kapunak az alapját, már a pleisztocénben is jegyezték, így találták. Ez a kapu, ez Stonehenge-szerű építmény volt még régen, amikor elkezdett visszavonulni a jégkorszak. Majd mindjárt rá fogtok jönni, hogy ez miért lesz fontos. Később állítólag a legenda szerint Noé apánk itt válogatta át az állatokat, amik tartottak oda fönn a Bereventi Kishegyre. Itt a szóbeszéd, a helyi közeg úgy is hívja Újararát. Itt válogatta az állatokat. Mert itt most mit röhögtök? Azóta 98-ban az első Fidesz kormány alatt kicsit pofásabbá tették, azért kapta meg ezt a galambduci jelleget, mert mondom, a pleisztoszénben még 10 000 évvel ezelőtt ezek a bőrmadarak fészkeltek itt. Most galambduc volt, kicsit megpatinásította az első Fidesz kormány, kicsit elektromossá vált, de a lényeg, hogy a szakrális része az az, hogy ez egy magnetikus tébolykapu. Magnetikus tébolykapu, ez azt jelenti, hogy aki hisz benne, ugye a druidák óta, mondtam azt a hegyhasonlatot, a druidák óta, aki ezen átlép arra a területre,
majd elmondja nektek a Klárika, hogy mi van ott, de ezt az UNESCO egy műholddal egyfolytában tapogassa. Ez egy nagyon komoly karsztvízbázis van itt alatta, és ide csak neurózismentesen, illetve műanyagmentesen szabad belépni, gyerekek. Mutatom! Nézd meg a Kingát! Klára! Aj, Kinga, Klára! A számom volt a szeretőm neve, de azt ott hagytam nagy halszányba. Na, jó volt? Ez jó volt. Akkor azt kérem, hogy lassan kezdjünk átcsorogni ezen a klímakompatibilis kapun, jó? Gyertek, menjünk át. A műanyagot ott már látom, gyere ide, gyere ide. A műanyagot ide dobjátok ki. Egy-egy sorban, légy szíves, ez kicsit a kapun egyesével kéne átjönni. Amerikában mindenki. Jó, akkor ide egyszerűs, így állj, így rak fel a két kezed. Repohár mehet, iha. Köszönöm, ezt is megmenjétek. Jó, te mehet. Hát jó, vagy. Állj neki, adom a csapcsapjó, mert... Két kezed, így kell. Gyere, gyere! Szóljon, aki nem kívánja! Köszönjük szépen! Most lesztek tisztán! Köszönjük szépen! Jó lesz? Gyere még! Gyere közelebb, ne integessél! Jó, gyerekek, ezt is lehet itt a bíbíz. Jó van. Köszönöm szépen. Itt, ahol mi vagyunk, ez itt az ősföld. Alatt a kristálytiszta. Kristálytiszta. Mindjárt megleszek. Karsztvíz, igen. Ez a világ örökség része ám, ha nem tudtátok. És ez az őskorban, a paleolitikumban is lakott terület volt. Ugye mindenki tudja, hogy Európában összesen 20 000 ember élt az ős közösségekben. 200-300 fős kis törzsekben éltek, itt is. És ezek a kis törzsek állandóan harcban éltek egymással. Területér, vízér, ivóvízér, élelemér. Ugye? Tudtátok. Na most, a legfrissebb kutatások szerint maximum 30 év múlva megszűnik a civilizáció itt. Nem lesz civilizáció, nem lesz áram, nem lesz wifi, wifi, semmi. Ha nem vigyázunk egymásra és a földre, tudod? Tehát visszacsúszhatunk az ős közösségi létbe, és újra harcolni kell egymással az élelemért, a tiszta vízért, a levegőért, ugye? Tehát szeretni kell egymást, mit itt a katlanba? És együtt harcolni a klímakatasztrófa ellen is. Ugye? Szerintem ezt abszolút érzem. Kaptunk egy ellenőrzést, na oda nézzük. Itt voltam már, figyelek, szóval ebből elég volt egy kicsit. Jó napot kívánok! Orda csehi csanát vagyok, tiszteletem. Önkéntes személyekért felelős államtitkár helyettesnek a ismerőse. Szeretnénk egy sokak által tagadott, de előttem pontosan látott problémát megoldani. Tehát, hogy ezekben a bonyolult kultúrpolitikai helyzetben, ugye, nincs ez a falu turisták program egy kicsit felvattázva. Tehát, hogy mindenki jelen van-e, és szeretnénk egy vizsgálatot indítani, egy kérdőívet, nem tudom, Klára, ugye jól mondom, segítene Klára, nekem egy kicsit levezényelni ezt a dolgot, de hogy a tart, igen, jöjjenek nyugodtan. Arra kérlek benneteket most már tényleg akkor nagyjából még mielőtt tovább mennénk a Szabadpark felé. Gyertek ide, húzódjatok be akkor az árnyékba, ne dögöljünk meg. A miniszter biztos urat akkor hallgassuk végig, attól fél fel vagyunk vasszázva. Jegyzeteimben alapvetően, hogy itt többen voltak, ugye? Tehát, hogy Rojtos Kálmán Krisztián, hogyha jól nézem. Az én vagyok. Jénai Klára Anikó. Igen? Igen. Igen, Szigeti Kurzív Svec. Igen. Dezsőné. Igen. Laborfalvi Etelka. Etta néni, mind a ő. Etta néni. Megvárjuk. Megvárjuk, ezt vegyük föl, akkor nyugodtan. Ezt fontos nem sűrte ki a klímakapu. Ezt látom. Látod? Na, az történt, akkor mondom a család úrnak is, meg akkor a többieknek is, hogy akkor ugye, amit az elején már nagyjából felvezettem, hogy nem volt idén meg a program, de a Laci a folytonosság miatt ragaszkodott, hogy akkor mindenképpen vigyük végig a népeket. És az történt, hogy a Vatta került a rendszerbe. Nem került Vatta a rendszerbe, hanem úgy történt, hogy a Rajmund, ugye... Mert az utolsó az ugye az van, ugye, hogy jó napot kívánok, kicsit késtünk. Kicsit kollégánk, belemendi kollégánk, emlékeztek 2 éve a Rajmund, aki itt a ligetet védte,
voltak itt Biriszló akkor? Rajmund, liget Biriszló Rajmund, ligetvédő. Büntetett elő. Őt hiába fenyegettük meg, hogy ott le lesz betonozva minden, nem érdekelnek minket a fánk. Ő berement tüdejét kiabálva, emlékeztek, azóta kilakik ott a szőlőbe. De olyan komolyan vette a melóját, hogy a munkagépeket megfogja, hogy egy éppen aratásra induló kombányhoz hegesztette magát a hídjánál fogva. És ez betakarítás alatt mondjuk nem túl egészséges. Tehát őt majd szerintem csak akkor napnyugta környékén kerül újra elő, őt nem tudtuk befogni. Az etussal meg az történt, most mondom tényleg az etusfanoknak, meg akiket etuspólót viselnek titokba, hogy az öreg lány a jányával kiment a csíksomjói búcsúra. Aztán gondolt egyet, mert ugye nem tud azt sem vigyázni a nagy lepcse szájára, azt is úgy fogják eltemetni, hogy ide, a etust ide meg a nyelvit. Hogy az egy külön sír lesz. Azt kitalálta szerencsétlenje, egyébként szerintem igaza van, de nem megyek bele, mert ez nem az én kompetenciám, meg azért nem akarok mondani, nem érdekes, hogy hova szavaztam. A lényeg az az, hogy gondolt egyet, és tovább ment Tusványosra. Az egy jó irány. Ha már úgyis kín van, mert farkas laki az öreg lány, hogy akkor elmegy, és fölmegy egészen a miniszterhez, valaki illetékes megkeres, mert a baranyai nyugdíjasok, özvegy nyugdíjasok helyzetéről akartott beszélni, alig, ha nem ott tartották. Most nem tudom, hogy akkor a héten még visszaére, vagy nem. Én remélem, hogy nem valami érzettel nem savazzák le, vagy nem fogják bántani. Visszaengedik. Várjuk minden nap. Ma még nem ért vissza. Tusványosra ment székfoglalni, meg referálni. Én nem láttam a tévé, hogy szóhoz jutott volna, úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy ez valami zárt kúzuson beszél. Most én azt nem tudom, hogy a Kálmánkának akkor megvannak ezek az edukációs kompetenciái, úgyhogy inkább Klárikához fordulnék docimológiai jelleggel, hogy ellenőrizzük egy kicsit, hogy mi történik. Pár kérdést tennénk föl, és az a lényeg, hogy ki kell választani, hogy melyik a helyes, ugye? Jól mondom? Hát honnan tudja, már maga készült ez. Mint ha én írtam volna, úgy kérdezi. Faluturisták? Hányan voltatok itt az elmúlt 6 évben faluturisták? Azt kérdezi a miniszter biztos. Akkor jó, legyetek kéznél. Jó? Kézfeltartással lesz ez számolva, én döntöttem most ezt el. Most találtam ki, jó? De nem verseny, hanem a részvételt nézzük. Mondta a biztos úr, hogy a... Részvételt nézzük, persze, hogy megvan-e az aránypár. Megvan az aránypár. Igen. Az első, mindig nehezednek majd a kérdések, tehát az első az csak az lesz, hogy kik a falu turisták, ugye? Tehát ez. Négy választ, lehetséges választ mondok. A. Eltévedt Mohácsi Busó. B. Francia utcaszínházi ugrócsoport. C. Kisbérű, vidéki színészekből álló alternatív idegenvezető. D. Önkéntes ördögűzők. B. Melyiket? A. Kiszavaz az ára. C. Kiszavaz a B-re. C? C. D. Biztos, kormány biztos úr, akkor ezt a pipa, ezt írja már, mert nem lesz meg a kétharmad. Meg lesz. Jegyzem itt fejbe abszolút, hogy meg lesz. Mit képviselnek? A. Magukat. B. Titeket. C. Másokat. D. Senkit. Meg lesz az, ki mondja az A-t, ki mondja a B-t. Titeket. Figyelj, A volt magukat, B titeket, C másokat, D senkit. A. A. B. B. Kérdezem, ki a szavaz a B-re? C, D. Akkor szerintem ez is pipa, nem? Ez is pipa, mindenképp. Csanád. Általában hányan vannak? A. Beugratós kérdés. Idén beugratós. Általában, ugye? Öten. B. Kilencen. C. Sorszámtól függ. D. Gázsitól függ. Ki hogy szavaz akkor? Tehát A. Emlékszünk A. Jó van. B. 9. C. D. Jó, mondtak a köbülhettek. Okay. Jó, jut eszembe gyerekek, hát a helyi gazdák. Catering. Ez a nagyjából átjött, bocsánat, család úr. Akik nagyjából ugye átjöttünk a kapun, műanyagtól, neurózistól mentesen, akinél van repohár, kóstolhat Beremendi a netkát, helyi termelési bor, nagyon finom, ilyen csókra húzza a szád, olyan jó savanyuk. Figyelj, és hoztam gyerekek szalonnát, hogy az agyatok fogjon. A Gingó Bilóba még nem érik, abból nem tudtam szedni. Úgyhogy egyetek szalonnát, jó? Ott vannak, úgy, 10 ujjanak meggyalod, még a szemöldöködet is.
Gyertek! Gyertek! Hozzátok be ide középre, jányok! Hozzátok be ide középre! Ja, itt vannak a fiúk. Jó. Ez azért már nagyon fontos. Szalonna és bor, gyerekek. Ez fontos? Is fontos lesz a jövőben. A helyi megtermelt, saját magadnak megtermelt, az egészséges élelem. Nagyon jó a paleo, ez tiszta zsír. Vissza a törzsközösségbe, gyerekek. Egyetek szalonnát. Kinde tikkadjatok. Izzadjatok fagyút, így van. Lekvár üveges? Nem, a szalonna. Nem műanyagba rakjuk el a lekvár, üvegbe rakjuk el. Mangalica. Jófajta füstölt mangalica. Ezt tettük a múltkor a izéjéknél, a kiségnél a lakodalomba. 3 hétig fagyút szartam. Kurva jó van. Na jó van. Azóta ez a világítunk. Bocsánat. Ne álljunk meg, folytatjuk, akkor egy beugratós nehéz kérdés. Figyelj! Negyedik kérdés. Hány éves Eta? A. Még majdnem látta a tévében Indira Gandhi kutyáját. Számolt ki, ez olyan, mint ez a hülye műsor a tévében. Nem mondjuk meg, hogy hány éves. Majdnem látta a tévében Indira Gandhi kutyáját. B. 55 éve 43. Számolt ki fejben, ne csámcsogj. C. Még a térdén lovagoltatta a kis Bálint gazdát. De? Kortalan! Oké, okay, ki mondja A? Indira Gandhi kutya. B. 55 éve 43. B. C. Bálint gazdát. Hát, hogy csak a térdén lovagoltatta volna. D. Kortalan. Hogy lesz az? Mondjuk most nem volt meg szerintem. Most nem volt meg, de egyezünk meg nagyjából. Egyezünk meg, abban hülye kérdés van. Figyelj, rohanunk tovább. Mi lett majdnem a neve az azóta méltán híres Ördögkatlan Fesztivál? Mi lett majdnem a neve a méltán híres Ördögkatlan Fesztiválnak? A bort ne üvegbe öntsétek, azt vigyétek el literszám, mert nincs annyi. Kérjed a markodba, akkor megy a zsebedbe. De itt egy nehézzél a műanyaggal, ne dilizzél itt. Még vannak üres pohara. Ide is gyertek a borral. Megszédültök. Ez de buszta. Jó, na figyelj! Ördög lakat fesztivál. Ördög lakat fesztivál. B. Ördög patron fesztivál. C. Ördög pörkölt fesztivál. D. Egyik sem. Ja, hogy nem már 5 görögöt rögtön tökön pörkölök fesztiválon. Ez is hülye kérdés. Még egyszer? Ördög lakat. Ördög patron. Ördög pörkölt. Egyik sem. Egyik sem. A. A, B, C. D. De most segítettem, mert ez nehéz volt. Oké. A falu turisták első bevetése 2012-ben Nagyharsányban volt. Állítólag. Miről híres a falu? A. A nagyharsányi csatáról. B. A milleniumi párakapuról. C. Kanász Imre bácsi obeliszkjéről. D. Az iskola melletti Mautner féle kétcsillagos street food bistróról. Na, miről híres nagyharsány? Én mondtam akkor, hogy ki fogom kérdezni. Minden évben megmondtam. Prezentáltuk az egész nagyharsányt. Féltünk, hogy ki lesz kérdezve, most már is következett. Megkaptuk az ellenőrzést. Na, miről híres nagyharsány, gyerekek? Erről van szó. Hányban volt? Plusz pont én? Nagyon jó. 95. Nem, 80. 6 helyett. 7-ben volt. 87-ben volt, ahogy én emlékszem. De majd följük a Kanász Imre bácsi. Interurbán. Mehet. Jó. A legenda kisharsány. Így van. A legenda szerint milyen állatot engedtek le a toronyból, hogy lelegelje a templom vályok falából kinőtt búzát? Azt én mondtam el. Emlékeztek erre a legendára? Ja. A. Vombat. B. Vombó. C. Egy tehén. D. Egy direkt erre a célra előnevelt idomított nutria. Az is eszik növényt. Geomentes. Ki dolgartak vissza, emlékeztek? A. Bomba. B. Bombó. C. Tehén.
Tehén lesz az, jóval. Figyeltetek, nem maradunk bajba. Hiába az ellenőrzés. Oké. Okay. Kis harsány, emblematikus alakja az 56-ban tisztidalt Joe bácsi. Mit csinál? Gyere onnan ki, gyere onnan. Mégiscsak leválasztalak. Nyolcas kérdés. Mit csinált az idős mecsegi forradalmár, miután hazatért az ausztrál emigrációból? Ez eddig tény, de eddig ez true story, az megvan, A. Ugye? Semmit. B. Állítólag azt mondta, hogy labbasz meg, visszajöttem itt a bumeráng. B. Hozott magból vombatot tenyész. D. Borászkodni kezdett és vendégházat nyitott. Tegnap láttuk. Megnéztük. Ki tudja az igazi nevét Joe bácsinak? Mondjátok már meg, akkor megint telefonálnom kell. Valamilyen József gondolom. Teszem fel. Ki mondja A? György inkább? Akkor George lenne. Ne kezd el. Ki mondja A választ? Lekemény. A választott, az semmit nem csinál. Bumeráng volt, bombatot tenyésztett, borászkodni magát. Segített, úgyhogy. Ez is meg volt egy halva, nem? Balkonyán vagyunk már mindjárt. 2015-ben itt a jegyzeteim szerint külső segítséggel afgánt fogtak. Ez is tény. Mi volt az érintett, beépített személy fedőneve? A. Baklava. B. Dörner kebab. C. Gmail. D. Jamil. Súlt meg gyorsan, mert szavazunk mindjárt. A. Baklava. B. Dörner kebab. C. Gmail. Jamil. És Jamil. Figyeltek. Mehet ez a suttogó propaganda, ez jó, aki tényleg ott volt, és jegyzetelt. A tízes kérdés. A mai napig működő kőfejtő mellett lakó meleg pár holland tagja, nevezett Emil von Schark, mit keresett a karstvízben? Á, ezt kérdezzük mi. Várjál, véget kell kérdezni, de én azt értettem, hogy mit állítunk. Emiért, most magyarul beszélek már, na. De hogy én sem értettem. A mai napig működő kőfejtő mellett lakó... Itt Beremenden. Meleg pár, holland tagja, nevezett Emil von Schark. Mit keresett a karstvízben? Ilyen békaláb volt rajta. Emil Fanshark. Ezt kérdezzük mi is. B. Átjárott egy cuki kis portugál nudista strandra. C. A megalodont. D. A megbékélés kulcsát. Most súgjátok körbe, amit gondoltok, addig nem figyelünk oda. Még egyszer. Négy volt. Ezt kérdezzük mi. A megalodon, Beremenden, őshonos. Ős cápa volt. Megalodon. A megalodon. Az az ős cápa, ami a paleolitikumban itt körözött a karstvízbe. Összenevezhetek már. Szavazzunk akkor, tehát... Még egyszer most van. A. A mi is. B. Portugál. C. Megalodon. Jó. Egymás kezét emeljétek föl, akkor ilyenkor. Elfogadtuk. 11-es kérdés. Igen, utána jött villánykövess. Ott is voltunk. Milyen beruházást akart létrehozni pályázati pénzekből a fentebb már említett szabadelvű csoport villánykövesden a játszótér helyén? A. Delfináriumot. B. Semjén Zsolt lovasszobrát. C. Olimpiai falut. D. Addikciós és rekreációs low-wellness létesítményt, Overdose Center néven. Overdose Center, yes, that's right, yeah. Mit akartak létrehozni villánykövesnek? Mi volt ott? Tehát olimpiai falu? Elfogadjuk a választ. Overdose Center, az is volt benne, igazad van. Igen, de a tény az az, hogy olimpiai falu. Az is volt, lovasszobor is volt. Ez kicsit beugratos volt. De az a miniatűr leképezett mása volt az olimpiai falunak. Aki figyelt, mert aki tud a sorok közt olvasni, az megérdemli az ördögkatlan.
No. Kinek a szelleme kísért a mai napig a William pince rendszerében? A. Gömbös Gyula. B. Elvis Presley. C. Montenuvo Nándor herceg. D. Senki! Súkörbe! Csak a tanninok dolgoznak. Egyébként néha egy-két dalt is hallottam onnan már, ez a Don Senoin Acapulco, de az lehet, hogy szület alatt volt a kis Mista. Nem? Don Senoin Acapulco az Elvis Presley. Én azt hallottam állnám felszínlődni. Ott egyén kapatosan az Ipacs Szabó, ha bekap egy-két decit, akkor lehet, hogy elének Elvis Presley-t a Don Senoin Acapulco, de az lehet. Na, ABCD, ki mondja A, Gömbös? Elvis! Montenuovo! Montenuovo Nando! Si, è vero, certo! 13! Az ördög szántotta hegy legendája szerint a fiatal Herka pártában marad. Herka. Mert végül nem nyeri el a kezét az ördög. Mi lett a lánya később? A. Ördöggörcs néven nyitott masszázs szalont Siklóson. Rúgtáncos lett Bécsben ez a C. Maradt a háztáinál. D. Etus kísérte el Erdélybe. Megvan az öreg lánynak az alternatív legendája? Lehet, hogy van benne valami, ki tudja merre új dolgot, nem? Az ördög Jóska a gépházállomás vezetője bizony. Úgyhogy lehet, hogy ha van benne valami, de nem segítek többet. Herkát árult. Te most már tényleg gyerek jön. A gyerek jönnön és állj ki a napra, hallom? Te túl jó vagy. Utolsó! De mi lett a válasz? C. Maradt a háztáinál? Igen. Ajja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 j
Elkísérte Tust Erdélybe. Kálmán már megint segített. Jó, van, hát ennyi belefér, nem? 13 plusz 1. Utolsó. Állítólag. Játszott önöknél egy középszerű, lecsúszó értelmiségi kopaszodó bábszínész. Melyik szerepet nem játszotta az alábbiak közül? A, az elmúlt hat évben. Az elmúlt hat évben. A. Jamil. B. Herman Tóth Otto. C. Gonosz varázsló. D. Emil van Sharp. Na most szedd össze, amit van. Mi van utat fel? Gonosz varázsló, te bábszínész! Hát jó, de az elmúlt hat évben. Lehet, hogy alapvetően egyfajtában gonosz varázslót játszik 20 éve. De mit nem játszott itt a hat év alatt? A Herman Tóth Otto megvolt nektek? Flóra és Fauna? Emlékeztek? Nagy harsányba kerestem. Bizony, Kanász Imre nagy haverja. Így van. Hát nagyon. Akkor ki kell hirdettem, hogy nagyjából azért... Megjelöljük a C-t akkor. A fesztivált, én tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy megvan a kétharmad nagyjából. Tehát mi bizakodva nézzük a jövőbe. Egyetlen egy probléma van. Mi azt pontosan tudjuk, hogy a Kárpátok az megfogja a klímát. Tehát itt nem lesz klímaváltozás. De mégis, hogyha nyakunkra lépnek a bürokraták, meg a Greenpeace, akkor nekünk még azt kell megvizsgálni, hogy klímakompatibilis-e a fesztivál. Tehát, hogy... Klímakompatibilis? Klímakompatibilis-e a fesztivál. Tehát, hogy... Azt az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a megváltozott éghajlati körülményeknek megfelelően rentábilis lesz a fesztivál. Már el hogy... tud-e... Ja, el már tud-e folyni a fesztivál. Már hogy nincsen klímaváltozás, nincs csak nem vagyunk csak... felöltözve megfelelően az éppen aktuális időjárás. Pontosan így gondoljuk. Lekevetkőzni. Na most arról van szó. Most a akkor... polgármester mit ajánl? Én nagyon reméltem, hogy ez előkerül, meg készültem. Mit ad Isten? Szóval arról van szó, hogy Kölese és fiai, Nyíracsáron ugye alapvetően tirkővel meg parképítéssel foglalkozunk. Mutatom. De elkezdtünk kidolgozni, van egy ilyen fejlesztésünk, ez még nem teljes, de elkezdtünk kidolgozni egy pseudo műanyag, egy ilyen neoprém ruhát, ami hogyha 10-20, ne adj Isten, 50 év múlva, vagy holnap, bekövetkezik a klímaváltozás így, hogy ők az meg már itt van, egyszer már csak itt van, arra mi szeretnénk, most mondom akkor hangosan ki, a kormány által is támogatást kérni erre a szabadalomra. Mert hogyha mégiscsak visszacsúszunk ebbe az ősközösségi légbe, akkor ott törzsek lesznek. Akkor én most szeretnék kérni egy, uszkve kettő önként jelentkezőt,
aki hajlandó. Hát a hangom, én ott már ott láttam, tehát nem önkéntő. Nagy szájú Maugli, de... Te láttam, akkor is itt éltél, úgy látszik, mint ős lakos, akkor a szád van, hogy lebarnult a nyelved, míg idefele jöttél. És kérdék még neki, aki is meg is választhatjátok, akkor menjünk vissza ebbe a megszokott ősközösségi rendszerbe. Na, te már gyanús vagy. Legyen neki egy asszonya, jó? Egy asszony kérek még, és fejlesztettünk mi Nyíracsádon egy ilyen klímakompatibilis pseudo műanyag nylon ruhát, amit majd csinálunk hozzá egy illusztrációt, és nem fog meg a műanyag kapu, a klímakapu. Muszáj a napot. Jó? Te pakoljál le, vedd le ezt a sok szart magadról. A pseudo műanyag félelmetesen hasonlít anyagában és zajában az igazi műanyagra. Csúszszál bele? Csúszszál bele? Nem, várjál, majd kijön. Csúszszál bele? Csúszszál bele? Cefléi zsáknak néznéd, de nem az. Csináld meg csinire, jó? Ez az atomviharból fogja ki a port, ez vettől. Segítsetek ámát! Igen, gyertek, segítsetek, mert el vagyok veszve. Na. Ez, akkor ez, látok egy ilyen. Ez, hogy nehogy hozzányúljál. Két gyerekek, az előzetes felmérések szerint, az előzetes... Látom már, így csak fordítva orvosnál. Te ne csinálj jól. Két hasznos óránk lesz gyűjtögetni, vadászni és halászni, mert egyébként az atomvihar akkor ül el. Akkor nem lesz USB-sugárzás, akkor nem lesz. Két hasznos óra lesz gyűjtögetni, halászni, vadászni. Most ezt fogjuk nektek lemodellezni. Ez a lucsok miatt van, ami a füvön megül, radioaktív lesz. Több mint valószínű. Ide most nem veszünk föl semmit, mert ezt látod, mint az önsembernél szőrborítja. Hát előre megjövezte. Akkor megvan ez, megvan az, a lábad megvan, akkor lesz szabadalmaztatva. Honnan az a szar? Itt van, ott van. Kettőjét dugja a füledbe. Ezek, hogyha ez felszívódik, erre nem megy le a csikóhal. Ez felszívódik. És egy szívószálat nyugasztál ki, egy ilyen szívószájszer, más nem sérül. Amíg te két óráig kimész, a törzs meggyűjtöget. Nem. Ezt csináld meg szívófújószájszernek. A maradék helyeken, úgy, a maradék helyeken befújlak szilikonnal. Maradhatok itt, mert neki volt nagy a szája. És modellezzük, hogy mi van. Azt figyeld, gyere ki. Ez nem megy át a falon, körbe kell jönni. Nem szuperember lettél, hanem klímabiztos. Gyere már! Ülje, gyerek! Maradj ott, vagy gyere közelebb, de mutatom! Mindenkinek bemutató. Ő a törzsfőnökötök. Ti lent vagytok a föld alatt 10 méter mélyen. Oda nem megy le a klímaváltozás. Ő, megmutatom, átmegy a kapun, nem jelez be. Tehát ez nem műanyag, ez pseudoműanyag. Lehet azért szurkolni! Várjál, na figyelj! A nagyon izgulok! Átmegy a kapun. Nem jelez be. Wow. És elmész tisztán. Ez az! Elmegy a kútig, figyelj! Könnyen beheti valamon. Gyere! Itt áll! Volt benne víz! Nem hallja. És gyere vissza a körzethez. Nagy tapsot kérek. Asza! Tele van növényvédőszerrel a kút, mert belefújkották a miskáink. Hol lehet levelni, de az addig nyilván nem lesz. Igen, leveheted, megtarthatod. Én azt hiszem, ez támogatható. A család úr, ha gondolja, dedikálja ezt a szettet. És akkor most nem csuklóztatnék most mást ennek kapcsán. A lényeg az, hogy becsüljük, ismerjük, szeressük, és tartsuk meg éppen környezetünket. Klárika. De kormánybiztos úr, akkor ezt szabadalmaztathatjuk? Segítene az előállításában esetleg, hogy mindenkinek jusson jövőre itt a fesztiválon ilyen ruha? Erre, hogyha pláne esett... csak... Jó, ezt jövőre akkor elkezdjük hordani, és akkor szeretnénk egy kis támogatásért majd pályázni a minisztériumban. És a hordókat fogom, ha így lehet fesztiválozni este büféig menni. Így van. Aztán jövő után már bajai halászlőfőző
versenyre, vagy a Gyulai Kolbász Töltő Fesztiválon is, majd minden fesztiválon föl lehet venni. Na most én találtam egy fontos információt még itt a klímával kapcsolatban. Ismeritek ti ezt a Masaru Emoto-t? Nem, nem mond semmit. Nem a quiz részes, csak most találtam, és egy japán professzor, az a Masaru Emoto azt állítja, hogy az emberi gondolatok befolyásolják a víz szerkezetét. Figyelj oda! Márpedig a föld felszínének a 70% a víz. Tehát nem kérdés, hogy nem élettelen tárgyról beszélünk, hanem ez egy élő organizmus. Éppen ezért naponta szentelni kell pár percet annak, hogy hálával gondoljunk a földre, a természetre, és megköszönjük mindazt, amit ad. Egyet értetek? Igen. Így van. Mi? Na. Ennek, na. Szeretném már vége lenne. Nincs vége, gyerekek. Ennyi jó ember minden évben, ugye 50 ezer körül vagyunk. Évente, azt számolta össze a Bérces Laci, egyébként nem egyenként. De lassan mindenki ismer mindenkit névről, természetéről, fizimiskájáról. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon értékes fesztivál. Ennek a hangját, ennek a szellemét szeretnénk mink egy kis pici performance, egy régi, ugye említettem, egy táltos szertartás szellemében. Ez ugye régen, mondtam, nem csillagkapu, most már klímakapuvá újította fel az első Orbán kormány, de ez egy szakrális hely. Noét is említettem, az állatokat is említettem. A itt Kishegynek hívott Újararát, ott megtartunk egy klímaváltó imát. A ti segítségetekkel ráküldjük az erőt, a kellemes, az egészséges rezgést a lent fekvő karsztvízre, hogy éppen maradjon, és az egész országnak és világnak egy üzenetet, hogy mink zölden gondolkodunk, ti is folytassátok tik ezt. Na, gyerekek, picit kell most egy sétálni. El kell majd sétálnunk a hegyig. Tegnap küldte el Simon László ezt a Vizsolyban talált szorványemléket, magyar táltos szorványemlék, és ő írta át újra magyarra. Fordította ős magyarból magyarra. Ezt fogjuk mi ritmikusan, skandálva, mint egy recitálva, fölvonulunk a hegyre, ott kifekszünk, mint tik szoktatok Pesten a Petőfi hídra, és elmondjuk ezt a varázstártos imád. Nem fog sokáig tartani, ki fogjátok bírni. Eltetek, ittatok? A rigmus, az ősi rigmus, ma már úgy hívott refrénje, így hangzik, hely menjét, nyuszt, nyuszt, hely menjét, nyuszt. Nem regőrejtem, meg ingyom-bingyom tálibe. Hely menjét, nyuszt, nyuszt. Címerállata volt a menjét, merre mennek. Címerállata. Hely menjét, nyuszt, nyuszt. Hely menjét, nyuszt. Hely menjét, nyuszt, nyuszt. Hely menjét, nyuszt. Gyertek. Hely menjét, nyuszt, nyuszt. Hely menjét, nyuszt. Közben gondolj a földre! Menjét, nyuszt, nyuszt. Hely menjét, nyuszt. Hely menjét, nyuszt, nyuszt. Hely menjét, nyuszt. Hey, menjét, nyuszt, nyuszt, hey, menjét, nyuszt. Hey, menjét, nyuszt, nyuszt, hey, menjét, nyuszt. Próbáld meg. Hey, menjét, nyuszt, hey, menjét, nyuszt. De nem nyuszt, nyuszt. Hey, menjét, nyuszt. Anya. Hey, menjét, nyuszt, hey, menjét, nyuszt. Hey. Aki akar és tud, feküdjön a hátára. Kezeket szétrakni, tervülj a földdel, és nincs fűallergiád, feküdj le, érezd a füvet, amit van, fogd meg, tapogasd meg. Amit nem mertél tegnap este megcsinálni a kis csillagkoncerten, fogd meg a mellette gyűlő kezét. Feküdj le, nézd az ég felé. Hey, menjét, nyuszt, nyuszt, hey, menjét, nyuszt. Vegyél nagy levegőt, érezd a füvet. Hey, menjét, nyuszt. Csináld, menjét, nyuszt, nyuszt, hely, menjét, nyuszt. Énekelni fogom a varázssort, és ti visszaismétlitek. Jó? Hely, hely, menjét, nyuszt, nyuszt, hely, menjét, nyuszt. Hely, menjét, nyuszt, nyuszt, hely, menjét, nyuszt. Hely, menjét, nyuszt, nyuszt, hely, menjét, nyuszt. Hely, menjét, nyuszt, nyuszt, figyelj!
Táltos, táltos, öreg táltos, 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 öreg táltos, nyilatkozzál, mi lesz már most? Nyilatkozzál, mi lesz már most? Hey, klíma, klíma, bazalt láva. Klíma, klíma, bazalt láva. Ne folj rá a magyar tájra. Ne folj rá a magyar tájra. Hey, menj itt, nyusz, nyusz. Hely menj itt, nyusz, Kánikula, ne rohasszon, legyez minket boldog asszony. Legyez minket boldog asszony. Hely menj itt, nyusz, nyusz, hely menj itt, nyusz. Hely menj itt, nyusz, nyusz, hely menj itt, nyusz. Hely menj itt, nyusz, nyusz, hely menj itt, nyusz. Hely menj itt, nyusz, nyusz. Ha jégvihar szelet tombol, ha jégvihar szelet tombol, tájhát rakunk rossz a tombol, tájhát rakunk rossz a tombol. Fegyhűt fallosz ősi fét is, fegyhűt fallosz ősi fét is. Jó időnk lesz csak azért is, jó időnk lesz csak azért is. Hey, menj itt, nyusz, nyusz, hey, menj itt, nyusz. Hey, menj itt, nyusz, nyusz, hey, menj itt, nyusz. Hey, hey! Hey, menj itt, nyusz, nyusz, hey, menj itt, nyusz. Hey, menj itt, nyusz, nyusz, hey, menj itt, nyusz. Klíma, klíma, változ klíma, 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 változ klíma, 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 változ klíma, 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 változ klíma, 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 menj külföldre, klíma, klíma, menj külföldre, ne támadja magyar földre, ne támadja magyar földre. Klíma, 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 ez lett volna a Faluk Turisták 2019-ben, áthidaló jeleggel. Köszönjük a figyelmeteket. A Szoborpark egyébként arra van, de arra nem volt. Kakaócsiga-szerű. Kakaócsiga, meg... Minket ez nem értünk. Olyasmi. Nagyon hálásak vagyunk, hogy idén is ennyien voltatok. Csókolat bennetek! Köszönjük. Szeressétek egymást és a földet!